Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét. Sárospatakon vagyunk a Református Kollégium nagy könyvtárában. Megemlékezzünk arról, ami 100 esztendővel ezelőtt történt, 1920. június 4-én. A magyar nemzetnek egy olyan megrázó eseményéről beszélünk, és képanyaggal illusztráljuk, amely nem feldolgozott mind a mai napig, de amely tulajdonképpen hagyományos értelemben nem is dolgozható fel. Trianon 100, talán egy kicsit másként. A magyar államnak és egyben a magyar nemzetnek megrázó és lényegében feldolgozhatatlan traumája, ami 1920. június 4-én történt. E trauma feldolgozásában előrelépni annyit jelent, mint megérteni a Trianonhoz vezető utat, és e megértés nyomán a nemzet jövőjének építésében gyógyító akarattal élni. A megrázkódtatásokkal teli magyar történetben vannak hasonló traumatikus események. Leginkább a török hódítás évtizedeit vehetjük figyelembe ebből a szempontból. Ebben az összehasonlításban az a lényeges, hogy a kortársak hogyan tekintettek azokra a folyamatokra, amelyek a középkori magyar királyság összeomlásához vezettek, illetve milyen kivezető utat rajzoltak meg a korabeli magyarság számára. Trianon kapcsán is folyamatról kell beszélnünk, és ennek helyes értelmezését kell kimunkálnunk lelkünkben elsősorban. Amit a történettudomány feltárt, az nagyon fontos, de még nem elegendő. A Trianonhoz vezető úton ott vannak a török megszállás fájdalmas következményei, tudnélik elsősorban a magyarság fizikai pusztulása és a különböző etnikumok számbeli túlsúlyra jutása az ország határain belül. Ráadásul ezen etnikumok nem jelentéktelen része kifelé gravitálódott, mert a magyar királyságot övező térségben hátországgal rendelkezett. Románok, szerbek, a szlovákok esetében pedig a pánszláv ideológia mutatott az elszakadás irányába. Trianon összefüggésében nem kielégítő magyarázat az elvesztett háború, mivel a románok vesztesek voltak, hiszen különbékét kötöttek, a csehek szintén részesültek a bukásban a Habsburg monarchia részeként. A fő kérdésünk tehát az, hogy a magyar politikai elit miért reflektált az említett országokhoz képest másként az elvesztett háborúra. A lényeget kerüljük el és becsapjuk magunkat, ha nem nézünk szembe őszintén ennek a belső szellemi hátterével. A magyar szellemi életre számos tekintetben a kiüresedés vált jellemzővé, mire megérkeztünk a 20. századba. E kiüresedésnek egyik jellemző vonása volt a meghatározó értelmiség körében a hagyományos vallásosságnak a feladása, sőt az ateizmus befogadása. Ebből is adódóan korszerűtlennek érezték azt a nemzeti gondolatot, amelynek igen erőteljes része volt az Istentől nyert haza eszméje és az Isten iránti felelősség normája. Miközben a térség államainak vezető értelmisége és a politikai elitje úgy érkezett meg a háború utáni helyzetbe, hogy a nacionalizmus, sőt a nacionalista imperializmus volt a meghatározó ideológiája, addig Magyarországon olyan szellemi befolyás érvényesült ezekben a vészterhes hónapokban, amely meglehetősen zűrzavaros, cionista, kozmopolita, sőt egyenesen bolsevik tartalmakkal telítődött. Nem arról van szó, hogy Károlyi Mihály és nyomában Kun Béla és Köre szándékosan tette tönkre ezt az országot, hanem az a lényeges, hogy az az ideológia, amelynek jegyében egy új országot akartak építeni, tökéletesen alkalmatlan volt erre a nagy feladatra. Ráadásul maguk, akik alkalmazták volna ezt az ideológiát, sem rendelkeztek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az államférfiakat jellemzik. Az országnak nem kivezető utat építettek, hanem a bocsárba vezették a magyarságot. Megjegyzem, hogy a történelem későbbi évtizedeiben világossá vált, hogy ez a kozmopolita, internacionalista, bolsevik ideológia tökéletesen csődöt is mondott. Ráadásul az is meggyőződésem, hogy ha Trianon nincs,
nem lett volna magyar holokauszt sem. Fájó szívvel szemlélhetjük ennek a sötét szellemiségnek a romboló hatását a megkérdőjelezhetetlenül hazaszerető zseninek, Ady Endrének az életében is, példának hozhatjuk őt fel, aki szinte bomlott lélekkel szegődött szolgálatába ennek az ártó folyamatnak. Az omoljon itt össze minden, s majd valami gyönyörű új nő ki belőle gondolat, mindenkor képtelen utópia. Ha megértettük, hogy a Trianonhoz vezető út kitaposásában egy jövőt építeni alkalmatlan szellemiség volt a meghatározó, akkor a magyar nemzet jövőjének építésében a legfontosabb, hogy ez az ideológia ne legyen képes soha többé termőtalajhoz jutni ebben a hazában. Kétségtelen, hogy ez értelmiségi feladat elsősorban, és nem politikai. Ezzel együtt elengedhetetlen, hogy Trianon tragédiája a magyar nemzet közös felelőssége, amit nem háríthat át sem a nagyhatalmakra, sem az utódállamokra. Ezt a felelős szemléletet a himnusz szavai értelmezik helyesen. Hajj, de bűneink miatt. A Trianonhoz vezető úton a magyar kereszténység is komoly felelősséget hordozott, s talán meglepő a gondolat, de elsősorban a protestantizmus. A rájellemző teológiai liberalizmus feladta a reformáció során kiformálódott protestáns történelem szemléletet, amelyben meghatározó eszme volt a magyar haza, mint Isten ajándéka gondolat. Az ébredés pedig, a lelki ébredés pedig a maga sajátos individualizmusával hozzájárult ennek a szemléletnek a lepusztulásához. Ugyanakkor nagyvárosi vezető, befolyásos református lelkipásztorok számos esetben a szamatkőműves mozgalom hatása alatt álltak, amely pedig erőteljesen kapcsolódott a fentebb említett zűrzavaros szellemiséghez. Ez a protestáns közeg a társadalmat nem zárkóztatta fel maga mögé, viszont az ideológiai kilúgozódáshoz erőteljesen hozzájárult. Mit tehetünk 100 esztendővel később? Járható-e az az út, amely számol valamiféle határrevízióval? Erre csak annyit válaszolhatunk, hogy a történelem még hozhat váratlan fordulatot. Nekünk azonban nem az a feladatunk, hogy a váratlan fordulatok reményében képzelegjünk. Arra kell ráébrednünk, hogy a szűk határok között is felelősségünk van a teljes Kárpát-medencéért. Küldetésünk éppen az, hogy építsünk egy Kárpát-medence eszmét. Ez egyszerre jelenti azt, hogy az elszakított magyarság terheit az anyaországnak mindenkor hordoznia kell, és egy pillanatra sem szabad feladni a határok fölötti nemzet gondolatát. Ugyanakkor az itt élő népekhez a krisztusi szeretet indulatával kell közelednünk. A Kárpát-medence eszmét velük együtt kell formálnunk. Az a reménységünk, hogy egyszer majd ők is megértik, hogy csak velünk együtt maradhatnak meg. Keserű és savanyú is, néha-néha síralmas is.